A mai nap megint egy újabb databacket fogunk kipróbálni. Lesz itt ilyen nagyon aranyos kék jogar, egy ilyen fish blaster, és egy ilyen furcsa disznós kalap. Tartsatok velem és nézzük meg őket egyesével! Hess innen! Úgy helyedre! A datapack 8 különböző itemet tartalmaz magában, melynek a letöltő linkjét megtaláljátok a leírásban. Ja, és ha tetszik a videó, ne felejts el feliratkozni. Teljesen ingyen van, és bármikor meggondolhatod magad. Kezdjük a személyes kedvencemmel, ami ez a Fish Blaster. Magyar neve nincsen sajnos, de amit látjátok, egy hatalmas ilyen aknavető vagy rakéta vetőről van szó. A kraftolási receptje az itt található, meg is mondhatom nektek, hogy hogyan kell lekraftolni. Kell hozzá 2 smooth quartz blokk, egy TNT, redstone és egy hal. Amit látjátok, itt is van a kezemben. Ez szuperül néz ki. De honnan jöttél ide? Keressünk is egy területet, amelyet szétbombázhatunk vele. Ó, spoiler, lőni lehet vele. Igazából nem kell túl gondolni a dolgot, lényegében halakat lő. És vizet? Igen. De viszont ez egész nagy rádiuszban vagy, és hát ő, úristen szegényké, kicsit laggulunk tőle, de úgy látszik, hogy ő a halak droppot nem dobnak. Sajnos. De valamiért spamelni se lehet. Változhassuk át ezeket a disznókat halakká. Van elbír egy vas golemmel? Uff. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lövés bírt. Meg kicsit megtépáztuk a falut is. Ó, adott vasat. Jó, mivel az item azon kívül, hogy lődözés halakat idéz, más nem nagyon csinál, szóval szerintem ugorjunk itt is át a következőre. El tudom találni ezt a squidet vajon? Ez a squid, ez halhatatlan. Következő item, amit beszeretnék mutatni, az ez a portál wand, amely egy egész menő ilyen vovos varázspálcára hasonlít, de ha eldobod is elég menően néz ki. A kraftolási receptje az... Hopp, rossz chest. Az így néz ki. Kell hozzá 2 right ért, és egy ilyen campfire. Egyetlen egy nagyon menő dolgot tudsz vele csinálni méghozzá. Hoppá. Hoppá. Ó, megvan. Oké. Okay. Szóval, amit látjátok, föl lehet vele szedni mobokat, és lehet őket így... mozgatni, vagy hát így levitáltatni, vagy nem is tudom mi erre a magyar megfelelő szó. Szeretnél még egy kört? Hopp, téged ledoblak. Úgy van, és amit látjátok, pár itt meg tudtok vele csinálni, például ezt a villagert most be tudom építeni a fába. Szegény nem kifejezetten örül neki, ahogy látom. Vagy most leidéztem ide például egy creepert, akit megtör a fülöti lábába, de akár meg is mentetem egy kis vízzel, kis fürdő. Ó, nem bírt a sokáig. Amire kíváncsi vagyok, de ehhez kicsit távolabbra megyünk, hogy vajon a Wither Boss-t lehet-e vele mozgatni. Jó, itt szerintem jó is lesz. Bum. Ó, lehet. Maradj is ott. Hopp, maradj ott. Ez mindjárt robbanni fog. Tesó. Légy szíves, fogd vissza magad egy kicsit. Úgy. Most velem jössz. Mondom, velem jössz. Na jó, az lehet, hogy nem volt a legjobb ötlet. Oda menj be a föld alá szépen. Föld alá. Még. Meg tud fulladni? Valami sebzi. Hogyan tudnánk őt megölni? Várjátok egy pillanatot. Van egy vasgól, ami meg tudja őt ölni? Egy kicsit leraklak. Na gyere vissza. Úristen, mi messze van. Ne ellenkezz! Hoppá, előbb megvolt. Oké, gyere. Mondom, gyere. Léci. Légy szíves. Erre. Jön. Oké, hát szép lassan jön. Viszünk a pucihoz. Hol tettem a maskólámat? Ott van. Na tesókám, gyere. Van egy kis buli. Ó, az a baj, meg fogja őt ölni. Ez így nem lesz jó, szegény. Meg fog halni. Ne! Maradj lenni kicsit, Léci. Hoppá, gyorsan lerakok ide valahol egy vasgó, nem? Mondom akkor, hogy mondom egy vasgó. Jó, kicsit leraklak még egyszer, mindjárt jövök. Milyen szépen megvár. Oké, csinálunk egy ilyen armit. Ilyen menj, uram, légy szíves, egy kicsit armit. Lehetne? Jó, ez valamiért nem akar
Ja, itt van egy fű. Ezek közül legyűrték. Jó, a poén kedvéért én leidézek még egyet. Fel fog robbanni. Szegények meg fognak halni. Kicsit távolabbra viszem. Oké, srácok. Tessék játszani. Szegény. De amúgy jól viszi őket. Hát a végén még legyűri az Iron Golemeket. Ennyi. Ilyen kis aranyosak. Következő item, amit beszeretek mutatni, az ez a malac sapka. A kraftolási receptje elég egyszerű, kell hozzá 5 darab ilyen nyers disznóhús. És meg is van. Hát ez valami fenomenálisan néz ki. Sajnos single playerben nem nagyon tudom bemutatni, hogy miket tud. Azon kívül, hogy járás közben ad egy kis disznó hangot. Te már megint itt vagy? Azon kívül single playerben más buffot nem ad, viszont multiplayerben, hogyha megütnek a játékosok, akkor ők átváltoznak disznóvá. Szóval single playerben annyira nem hasznos tudsz, viszont elég hülyén néz ki az, hogy megmutassam. Amit látjátok, nem sorrendben mutatom a dolgokat, szóval menjünk át a következőre, ami egy ilyen Spring Trap néven szerepel a modban. Így kell lekraftolni. Már nem is nagyon emlékszem, hogy volt, de azt hiszem így. Akkor így. Így, igen. Spring Trap, ami azt jelenti, hogy ez egy olyan item, amellyel meg tudod szivatni a csapattársaidat és a játékosokat. Vagy ha nem is a játékosokat, akkor én most idehozok egy... Mind mutassam meg. A technős az túl aranyos. Jó, maradjunk a disznónál szerintem. Csak már nem emlékszem, hogy hova tettem. Jó, akkor... Hello? Megtalálod vajon, hogy hova tettem? Vagy én fogok véletlen rálépni? Hova tettem? Megvan. Itt van. Hát ez nem is vicces. Máshol nem is működik, csak emberen. De viszont azon nagyon. Tehát ezek olyan trappek, amelyekre, hogyha rálépsz, kilőtt téged a fenébe. De így eléggé... Tehát így nem viccel. Nem viccel a játék. Menjünk át Survival-be. Én nem tudom, hogy minek, mert szerintem gondolhatjátok, hogy mi fog történni. Oh, egy kis spoiler. És remélem itt fogok spannolni, nem messze. Oh, itt is vagyok. Jó, ezt szerintem fölöslegesen mutatom meg még, vagy háromszor igazából. Be tudom menni gyorsan kreatív? Elírtam! Kreatúvéú. Nem tudom, hogy francia kifejezés. Tehát ez a trap, ez erre képes. Ha valahogy be tudja tenni szerverre ezt a datapacket, akkor ez elég fán amúgy. Következő itemünk a Villager TNT. Hoppá. Elég egyszerű craftja. Csak egy TNT kell hozzá és 8 emerald. És egy elég hülyén kinéző ilyen barna TNT-t kapunk. Amit látjátok, itt elég sok Villager elszabadult. Ott már történtek tesztelések, de... Megmutatom nektek, hogy mire kell számítanatok, hogyha letesztek egy ilyen TNT-t. Ez követ a fejével. Jézus. Gombbal lehet aktiválni. És... ennyi. Szóval lesz egy saját halutok. Ezt nem tudom, hogy ez vajon... Egy az, hogy víz alatt működik-e. Igen, működik. Kettő, hogy vajon sebez-e mást. Igen, sebez, de ezt nem úgy gondolhattuk volna. Vajon a creepert megölik? Hát nem kifejezetten érdekli őket. Zombi. Ó, hát még szép. Szabadítsunk rájuk egy párat. Egy jó párat. Még jött ide egy pár ilyen drowned is. Ezek vajon rámadnak a villagerekre? Úgy látszik, hogy igen. Na jó. Ennyi elég lesz. Bocs, rácok, úristen, mennyi Bridger van itt, a jó isten, nagyon laggolok. Jó, fejezzük is be a hülyeskedés is. Térjünk át a következő itemre, amelyet a datapack magában hordoz. Tomato seeds! Igen. Elég egyszerűen meg tudjátok kapni, mivel Survivalben lényegében van rá esély. Ó, meg is van. Szóval Survivalben van rá esély, hogy a sima seed néha dob ilyen paradicsommagot, amelyet szimplán el tudtok ültetni, és bone meal-lel meg tudjátok őket növeszteni. Jobb gombbal le tudjátok szedni a termést. Azt nem tudom, hogy vajon... lassít, vajon sebezem úgy? Nem. Ez ilyen aranyos, sem megnöveztem.
Akkor sebez. Jó, mondjuk ez érdekes, ez olyan, mint a berries. Most te, amit leszettétek ezeket a paradicsomokat, óvatosan velük, mivel megenni nem tudjátok őket, viszont eldobálni el tudjátok. Sajnos minden egyes pakot, amit eltalálnak, átváltozhatnak ilyen piros terrakottává talán. Szóval ezt úgy tudom elképzelni ezt az itemet, mint az iskolai vacsora csatákban a paradicsomat, ez minden olyan lesz. Nagyon unatkozol, át tudsz vele festeni egy egész falut, de nem igazán jó másra. Szóval ugorunk is át a következőre. Oké, ezek megvoltak. A következő az Carrot on a Stick. Nem úgy lényegében. Ez sajnos egy olyan feature a játékra, amire nem tudtam rájönni, hogy hogyan kell használni. De el tudsz vele kapni egy felhőt, amit látjátok. És valahogy rá lehet ugrani, csak nem tudom, hogy hogyan. Nektek lehet, hogy sikerül rájönnetek, elméletileg lehet rajtuk valahogy lovagolni. Na mindegy, ezzel szenvedtem egy 20 percet, hogy hogyan tudnám meglovagolni ezeket a felhőket, de nem igazán tudtam rájönni. Így meghagyom nektek a próbálkozást, én sajnos csak így fölvenni tudom őket, survivalben is próbáltam. Szóval fogalmam nincs. De viszont elég érdekesen néz ki, ha leszedsz egy ilyen felhőt az égből, mivel hátnézel rajtuk, akkor eltűnnek a vizek, meg a folyók, szóval így egy egész furcsa effektje van. Na de azon kívül, hogy így le lehet leszedni felhőket, mást nem tudtam belőle kifacsarni. Szóval bosi, ez az én hanyagságom, de tényleg rengeteget próbálkoztam vele. Sikertelenül. És a datapack utolsó állomása az nem más, mint a torta? De ez nem akármilyen torta. Ez egy egyedi torta, amelyet itt tudok lecraftolni. Ez egy sima torta, és 8 darab ilyen mérgező krumpli. Meg is kaptuk. Ó, azt szerintem azt kellene kipróbálni a többi villagernél. És rakjuk le a tortát. És ha elkezded enni, akkor jönnek az üzenetek, hogy stop, miért csinálod ezt? Have mercy. Jó, nem tudok enni. Menjünk vissza kreatívba. Vagy valahogy fussuk le éjségcsíkot. Jó, valamelyet sikerült levinni, folytassuk tovább. Meg fogod bánni. Figyelmeztettelek. És azt hiszem, ez az utolsó szelet. Nem, még van egy. Jó. És megint elfogyott a kölyecsik. Oké, és az utolsó szelet. Te akartad. És most kezdődött a játék. Most az a célunk, hogy kikerüljük ezeket a tortákat, mert hogyha úristen, nagyon-nagyon lassúak vagyunk. Nagyon-nagyon... Úristen, ezek meg... És a vajon a villagereket nem tudják-e? Jézus Isten, ezek nagyon sokat sebeztek. Én azt hittem, hogy ezek csak úgy esnek, vagy ha sebeznek is, akkor sokkal kevesebbet. Vajon itt esnek még a torták? Nem, úgy látszik, hogy megunták, de kraftoljunk le még egyet, mivel nem tudom, a villagereket nem sebezték, csak engem. Ez így eléggé szomorú. De nem, úgy látszik, hogy a villagereket pont kikerülik. És hát nem is kikerülik, de nem sebzi őket. Ez szomorú, de elég hülyén néz ki. Talán örökre fog zuhanni? Nem, ennyi. Jézus Isten, mi ez a csatamező, ami itt keletkezett? Hát a datapack az lényegében ennyi. 8 elég furcsa item, szerintem mindegyiket megmutattam. Ha látok benne fantáziát, ki tudjátok próbálni, ott van a linkje a leírásban. Én most viszont elköszönök. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, vagy iratkozz fel további tartalmakért. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!